Békesség nektek! Olyan jó, hogy ilyen sokan vagyunk, olyan jó, hogy összefogott megint a város, az egyház községek. Délután jöttem és megnéztem, hogy hogyan díszítik a sátrakat. Nem virágokkal, vagy nem csak virágokkal díszítették, hanem szeretettel, egymás iránt. És hát ez az eukarisztiának a titka, misztériuma. Szeretettel vagyunk egymás iránt, mert ezt tanultuk mindannyian Krisztustól. Őt ünnepeljük, és a legdrágább kincsünket megmutatjuk most a városnak. Megmutatjuk most itt mindenkinek, hogy itt van közöttünk Krisztus. Ez a mi legdrágább kincsünk. Ez a hitünk szent titka. Mi ehhez ragaszkodunk, és leborulunk előtte, a négy égtáj felé, a négy sátorban elvisszük, de azt jelképezi, hogy mi magunkkal visszük a világba, mind a négy égtáj felé, akármerre járunk, szívünkben hordozzuk a szeretet forrását. Ezzel az örömmel, ezzel az örvendezéssel kezdjük el mai ünnepi szentmisénket, amely reményeink szerint hagyományteremtő lesz, hogy minden évben el tudunk jönni majd ott pünkös előtt napján, szombaton összejövünk, vagy a Szent Imre téren, vagy valahol máshol, és így úrnapja előtti szombaton is össze tudunk jönni együtt Miskolc és környéke katolikus közösségei. A világ legszebb, legnagyobb templomában állva is Isten színe előtt állunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Hogy imádkozzatok életben, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott, ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.
Melkizedek megáldotta őt is. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek, cselekedjétek az én emlékezetemre. Vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely, az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten kéje. Evangélium Szentlukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival, a nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá a 12, bocsátja a népet figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok neki, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek, mint egy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta a tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájon, Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égen, megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájon ettek és jól laktak, még 12 kosára való maradékot tettek. Krisztusban szeretett testvéreim! Az eukarisztiát ünnepeljük. Nagy csütörtökön Jézus ajándékozó szeretetében részesedünk, amikor is nekünk adta az utolsó vacsora termében saját magát, testét és vérét, és nekünk adta az egyházi rend szentségét, az ő ajándékozó, mindent odaadó szeretetével. De a nagy hét visszafogottsága miatt nem tudjuk megünnepelni olyan ünnepélyességgel az eukarisztiát, hogy Krisztus itt van közöttünk. Ezért az erényeknek a begyakorlásával, és valljuk meg a hitünket, nem csak a hit évében, hogy hisszük, hogy Jézus föltámad. Hisszük, hogy itt van közöttünk az oltári szentségben. És amikor megvalljuk, hogy Jézus föltámad, akkor azt is megvalljuk, hogy van föltámadás, azt is megvalljuk, hogy mi is föl fogunk támadni. Mert hisszük, hogy ő el fog jönni másodszor is, mindenkiért az élete, földi élete utolsó pillanatában el fog jönni, és ez számunkra nem félelmetes találkozás lesz, ha igazán hitből élünk. Hát mi törekszünk arra, hogy a hitből szeretnénk élni, ezért valljuk meg azt, hogy létezik, van föltámadás, mindannyian föl fogunk támadni. Nem csak Jézus támad föl, és nem csak a boldogságos szűzanyának adta ajándékba a megdicsőülést, hogy testestül, lelkestül fölvétetett a mennybe, hanem mindannyiunknak ezt a beteljesülést akarja ajándékozni. Amikor összeülünk egy szabad ég alatt, és örvendezünk, hogy szép az idő, hogy nem esik az eső, és örvendezünk annak, hogy együtt lehetünk, örvendezünk annak, hogy közel távolról sokan vagyunk együtt, és ünnepeljük Jézust, akkor, amikor ezt megvalljuk, akkor úgy érezzük, hogy mi is ott vagyunk az utolsó vacsora termében, és
mi is hallgatjuk Jézusnak a szavát, aki azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt, hogy ahogyan ő odaadta az életét, ahogyan ő odaadta mindenét az emberiségért, ott az eukarisztia alapításakor, az utolsó vacsorán, hogy mindez miattatok történik. Nem kezdte el sorolni, hogy a farizeusok és írástudók bűne miatt, Júdásnak az árulása miatt, Péter tagadása miatt, az emberiség bűnei miatt, nem olvasta a fejünkre a bűneinket, nem azt mondta, hogy miattatok, hanem azt mondta, hogy értetek. Értetek. És ez a szeretetnek a hangja. Erre a hangra kell nekünk fölfigyelnünk, ráismernünk, és erre a hangra kell válaszolnunk. Értünk vállalta, szeretetből. Egyedül értünk, azért, mert nagyon szeretett minket, mindent odaadott. Ne vesszetek, hanem örökké éljetek. Úgy szerettelek benneteket, hogy ajándékba adok majd új miséseket ebben az évben is, a mi egyházmegyénkben csak egyet, de jövőre már most 5 diakónus lesz, tehát lesz jövőre 5 új misésünk. Van reménységünk, hogy lesznek majd olyanok, akik szintén bemutatják ezt a legszentebb áldozatot, hitünk szent titkát fölmutatják. És amikor mi körbevisszük ezt, és megmutatjuk a világnak, hogy a legdrágább kincsünk az, hogy közöttünk van a szeretet forrása, és leborulunk előtte, ez megmutatja a hitünknek a tisztaságát. Hiszen aki Krisztus előtt volt, és meg kell mutatni nekik is, hogy értékes vagy, fontos vagy. Az Isten előtt minden ember végtelen értékű, mert érted is meghalt a Krisztus. Érted is odaadta magát ajándékozó jóságával, szeretetével, hogy nekünk ajándékozta magát, hogy mi tovább ajándékozzuk az ő szeretetét másoknak. Tehát a kincsünk oltári szentséget, közben előtte mi megáldozunk, és amerre megyünk, oda visszük most Krisztus. Oda fogjuk őt vinni, az ő szeretetét, mindannyian mozgó monstranciák és tabernákulumok vagyunk, Krisztus hordozói lettünk a világban. Rólunk ismerjék föl Isten szeretetét és azt, hogy itt van közöttünk, velünk jár az Isten. Ahogyan énekeljük a gyönyörű szép eukarisztikus himnuszunkban, vándorlásunk társai. Elindultunk, nem céltalanul lődörgünk, határozott zarándok úttal indulunk életünk végcéljasnak. Igen, kiteszi magát annak, hogy esetleg vannak olyanok, akik megszentségtelenítik. Milyen sokszor lehet hallani a hírekben, feltörik a templomokat, kiszórják az oltári szentséget, és elviszik az értéktelen arany dolgokat. A legdrágább kincs meg ott marad, Krisztus. Ha igazán hittel fogadnál, hogy bennünket, akik hittel vesszük magunkhoz, táplálkozott a hitük, legyünk az ő segítségükre a hiteles, szép életünkkel. Mostanában kaptam ezt a mondatot, nem a jámbor szavak érintik meg az embereknek a szívét, lelkét, hanem a hitelesség, a hiteles keresztény élet. Törekedjünk erre, és kérjünk segítséget, táplálékot az Úrtól, aki kínálja magát, aki nekünk akarja adni magát, hogy mi őt, a legdrágább kincsünket, az Isten, tudjuk továbbadni mindenkinek, akivel életutunkon találkozunk, és így építsük Isten boldog örök országát itt a Földön, és az életünk kiteljesedjék a mennyben. Amen. Isten, Istentől,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született benne, megáldott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, kis emberére, Pontius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, hívalá szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Jövetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli emberek állam, valóban egy keresztényre, a bűnök bocsánatára, Örökecsüljük lelkünk kegyelmi állapotát, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hadd örülünk, hogy szeretett lapomádra, a Szent Misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Végül ne engedd, Urunk, hogy a Szent Kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz téged, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Jézus Krisztus, vesse és vére legyen.
ő mielőtt önként áldotta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétel, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatni. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, mélek mindnyájukat, aki Krisztus testében és vérében létezik. Viseld szíveden, Urunk, egy házad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba püspökünkkel, István és Ferenc segédpüspökeivel és az egész papsággal. Emlékezzél meg föltámadás reményében elhűlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. A Tél mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Boldogságot,
és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad, akkor ez a nem egy házat kitéz. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek minden. Egymás a béke jelével. Yeah.
testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most elindulunk a körmenetre, az ünnepélyes úrnapi körmenet áradozását. Az egyházközségek gyönyörű összefogása ez a mai szép ünnepünk, és mindannyian egy kicsit, ha hozzáteszünk, akkor ilyen csodák fognak történni. Nagyon szép jelkép és valóság az eukarisztia, hogy egy búza mező összes búza szeméből egy-egy kis molekula, abból áll össze az a kis kenyér, ami a Krisztus teste. Mindannyiunkból egy kicsi darab, amiből összetevődik az egyház, és ennek örömét mutatjuk meg az eukarisztia által. És ugyanígy egy szőlő ültetvénynek minden egyes szeméből egy kicsi kis csepp, amiből összeáll Krisztusnak a vére belőlünk, ami áldozatunkból, mert ő értünk halt meg, azért szeretett bennünket, hogy válaszoljunk erre a szeretetre.